Jó napot kívánok, tisztelt vendégeink! Köszöntöm Önöket a Ferenc József szobor átadó ünnepségen. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag, meine liebe Gäste. Ich begrüße Sie recht herzlich in dem Fest, wo Statue von Franz Josef übergegeben wird. Az előbbiekben a Castello fúvós ötös együttest hallhatták, akik Boccherini menüetjét adták elő. Früher haben Sie den Blasquintett, Castello Blasquintett, die Boccherini menüet gespielt haben. Engedjék meg, hogy köszöntsem kiemelt vendégeinket. Gestatten Sie mir, dass ich die VIP-Gäste begrüße. Köszöntöm a Habsburg család megjelent tagjait, Markus Habsburg Lothringen urat. Ich begrüße die Mitglieder der Familie Habsburg, Markus Habsburg Lothringen. Habsburg György urat. Herrn Georg Habsburg. Köszöntöm az adományozó családot, a Mahura család tagjait. Ich begrüße die Schenker, die Mitglieder der Schenker Familien, die Familie Mahura. Martin Mahura urat. Den Herrn Martin Mahura. Anna Sophie Mahurát. Frau Anna Sophie Mahura. Simon Magdolna asszony. Frau Magdolna Simon. Michael Mahura urat és feleségét. Und den Herrn Michael Mahura und seine Frau. Ahogy ezt mi mondani szoktuk, ez a nap nélkülük nem jött volna létre. Wie wir das sagen, diese Tage, diese Übergebung würde ohne ihn nicht zustande gekommen. Köszöntöm továbbiakban Dr. Gémesi Györgyöt, Gödöllőváros polgármesterét. Ich begrüße den Herrn Dr. György Gémesi, Bürgermeister der Stadt Gödöllő. Dr. Nánási Éva címzetes főjegyzőasszonyt. Die Frau Notarin Éva Nánási. Gödöllőváros alpolgármestereit, képviselőtestületének tagjait, vezetőit. Die Vizebürgermeister der Stadt Gödöllő und die Mitglieder der des Gemeinderates. Gönczi Tibor urat, a kastély igazgatóját. Ich begrüße den Herrn Direktor Tibor Gönczi, der Direktor vom Schloss. És a testvérvárosaink jelenlévő tagjait, Hannes Heide urat, Badischül polgármesterét. Und ich begrüße die Leiter, die Mitglieder der Partnerschaftsdelegation, den Herrn Hannes Heide aus Bad Ischl, Bürgermeister Hannes Heide. Luxemburgból Elisabeth Maxim alpolgármesterasszonyt és a delegáció tagjait. Die Vizebürgermeisterin von Luxemburg, Elisabeth Maxim und die Mitglieder der Delegation. És cseh testvérvárosunkból Brandiz nad Labem Stará Voleslávból Jiří Nekvasil alpolgármester urat és a delegáció tagjait. Und den Vizebürgermeister Jiří Nekvasili von dem tschechische Partnerschaft Brandiz nad Labem Stará Voleslav und die Mitglieder der Delegation. És most pedig felkérem Martin Mahura urat, adományozót, hogy tartsa meg beszédét. Ich möchte den Herrn Martin Mahura, den Schenker, bitten, ihre Rede zu halten. Hohe Geistlichkeit, hohe Mitglieder der Familie Habsburg. Magas méltóságok, tisztelt, magas Habsburg család, tisztelt, magas rangú tagjai. Sehr geehrte Damen und Herren. Tisztelt Hölgyek és Urak.
Ich sag's gleich, ich bin es nicht gewohnt, vor so einem großen und vor allem so illustren Auditorium zu sprechen. Most rögtön az elején kell mondanom, hogy nem vagyok hozzászokva ilyen magas illusztris vendégek előtt sokat beszélni. Sie wissen, wir sind hier, um eine Skulptur vom Kaiser Franz Josef zu enthüllen. Tudják, hogy abból a célból jöttünk össze, hogy egy szobrot átadjunk, egy szobrot leleplezzünk. Ich weiß um den Unterschied von Kaiser und König Franz Josef, aber für mich ist der Kaiser. Tudom, hogy különbség van a császár és a király között, de én számomra császár. Diese Skulptur wurde von einem Bildhauer namens Fossati geschaffen. Ez a szobor, ezt a szobrot egy Fossati nevezetű szobrász készítette. Die Fossatis waren eine Bildhauerfamilie seit der Renaissance. A Fossati család egy szobrász család volt a reneszánsz óta. War natürlich in Italien tätig, in der Türkei und auch in Österreich-Ungarn. Természetesen Olaszországban dolgozott, de Törökországban is, Magyarországon is. Die Veranlassung, weswegen diese Skulptur geschaffen wurde, war der Tod von Kaiser Franz Josef im Jahr 1916. Ezt a szobrot abból az alkalomból készítették, hogy Ferenc József császár elhunyt 1916-ban. Im Jahr 1917 wurde sie in der Ortschaft Reichenau an der Rax eingeweiht. Ez a szobor 1917-ben Reichenau an der Rax, an der Raxban lett felavatva és átadva. Muss ich erklären, das ist ein Ort 100 Kilometer südlich von Wien. Meg kell magyaráznom, ez a település 100 kilométerre van Bécstől. Von 2000 Meter hohen Bergen umgeben. 2000 Meter magas hegyek között. Ein Jagdgebiet und im Übrigen sehr schön. Egy vadászterület, ami egyébként nagyon szép. Wenn Sie dorthin kommen, werden Sie mir recht geben. Hogyha arra járnak, akkor biztos igazat fognak nekem adni. Und dort lebte ein Landadeliger mit dem Namen Weißnix. Ott élt egy nemes úr, akit Weißnixnek neveztek. Ja, dessen Name auf Ungarisch übersetzt heißt, ich habe keine Ahnung. Hogyha ezt magyarra lefordítjuk, akkor azt jelenti, hogy fogalmam sincs. Aber dieser Herr Weißnix war ein kluger Mann und ein kaisertreuer Mann. Ez a Weißnix úr egy nagyon okos ember volt és egy császárhű ember volt. Und er schätzte die 68 Jahre der Regierung von Franz Josef. Nagyon nagyra becsülte Ferenc József 68 éves kormányzásának idejét. Der in dieser Zeit ein Reich zusammengehalten hat, was eine Aufgabe war, schlimmer als ein Sack Flöhe. Ezt a feladatot, ez a feladat nagyon nehéz volt ebben az időben, ezért becsülte sokra, nagyobb feladat volt, mint egy zsákbolhát együtt tartani. Die Politiker unter Ihnen, die mit der EU zu tun haben, werden wir vielleicht recht geben. Azok a politikusok, akik esetleg jelen pillanatban az EU-ban tevékenykednek, talán igazat adnak nekem. Geschichte ist immer nie eine Folge von Tatsachen, sondern voll mit Emotionen. A történelem az sohasem a tetteknek a leírása, hanem az emocionális dolgoknak a leírása. Klügere Leute als ich haben gesagt, nálamnál okosabb emberek azt mondták, die Dinge sind nicht so, wie sie sind, sondern wie sie empfunden werden. A dolgok nem úgy vannak, ahogy azok vannak, hanem ahogy azt kitalálták. So ist nach dem Ersten Weltkrieg diese Statue oder diese Büste von Franz Josef. Így ez a mellszobor, Ferenc Józsefnek ez a szobra az első világháború után. Bald wieder in einem Keller verschwunden, denn auch wir hatten eine rote Räteregierung. Eltűnt egy pincébe, mivel nálunk ekkor egy vörös köztársaság, egy tanácsköztársaság keletkezett. Ich will jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen. Nem akarok a részletekbe belemenni. Diese arme Büste ist in Kellern verschwunden, wieder aufgestellt worden. Ez a mellszobor, ahogy eltűnt a pince, eltűnt egy pincébe, aztán utána újra előkerült és felállították. Wieder verschwunden. Aztán utána újra eltűnt.
Zuletzt hatten wir die Russen in Niederösterreich. Sie können sich vorstellen, was passiert ist. Aztán végén az oroszok bevonultak Alsó-Ausztriába, el tudják képzelni, hogy mi történt. Zu diesem Zeitpunkt kam ein Haus, welches seinerzeit den Kindern, den Kron von Franz Josef, Kronprinz Rudolf und Erzherzogin Gisela. Ebben az időben jött egy ház, ahol ein Kronprinz Rudolf. Rudolf Korona Herzeg és Gisela. Und Gisela Erzherzogin. Főhercegnő. In unserem Besitz. Ő tulajdonukban van. Und von diesen Herrn Weißnix wurde diese Büste meinem Vater geschenkt. És ezt a mellszobrot, ez a bizonyos Weißnix úr, az ő édesapjának ajándékozta. Und dort stand sie fast 60 Jahre. És ott állt majdnem 60 esztendőn keresztül. Und mein Bruder, der da hinten sitzt und lächelt. És az én bátyám, aki ott hátul ül és mosolyog. Hatte eigentlich die gute Idee, es als Leihgabe der Stadt Gödöllő zur Verfügung zu stellen. Az ő ötlete volt, hogy ajándékozzuk oda Gödöllőnek ezt a szobrot. Sie ist aus Laser Marmor gefertigt. Ez márványból Laser. Laser. Ez márványból készült. Der gilt als der zweitbeste Marmor nach Carrara. Ez a karrarai márvány után a második legjobb márványnak minősül. Der Stein kommt aus Laas in Südtirol. A kő az Laasból jött, Dél-Tirolból. Und es wurde durch den Herrn Steinmetz Varga hier in Gödöllő restauriert. És Varga kőfaragó mester úr. Ez ist hier. Hinter der készítette in absolut professioneller Manier. Absolut professionális módon. Ja. Und Sie werden selbst das Resultat sehen. És önök mindjárt láthatják az eredményét. Ich sehe hier Kameras und möglicherweise auch Journalisten. Látok itt kamerákat és valószínűleg újságírókat is. Und ich möchte gleich an dieser Stelle laut sagen, dass das keine politische Demonstration ist. Most azonnal szeretném nagyon hangosan mondani, hogy ez nem politikai demonstráció. Sie kennen die Medien, die politisch korrekten Medien des Westens. Ismerik a nyugat politikailag korrekt médiumait, die daraus möglicherweise einen weiteren Rechtsruck von Ungarn konstruieren wollen. Akik ebből a Magyarország számára egy újabb, valamiféle problémát konstruálnak. Das ist es nicht. Nem erről van szó. Sondern es ist eine Ehrung für dieses Schloss, für die Kaiserin Elisabeth. Ez egy tisztelet ennek a kastélynak, Erzsébet királynénak, die der Kaiser Franz Josef sehr, sehr geliebt hat. Akit Ferenc József nagyon-nagyon szeretett. Es gibt den verbürgten Ausspruch von ihm, als ihm der entseelte Leichnam von Elisabeth gezeigt wurde. Van egy közmondás. Ja, stimmt. Jó. Von ihm, als ihm der entseelte, als ihm die Leiche von Elisabeth gezeigt wurde. Amikor Erzsébetnek a holttestét megmutatták neki. Hat geweint und hat gesagt, keiner weiß, wie ich diese Frau geliebt habe. Sírt, és azt mondta, hogy senki nem tudhatja, hogy mennyire szerettem ezt az asszonyt. Und der Gedanke dahinter ist, és drüben azok, ist die Elisabeth. És azok a gondolatok, amik emögött vannak, a hátunk mögött van Elisabeth. Und hier ist der Franz Josef. És itt van Ferenc József. Und unser Ziel ist eigentlich das, a célunk az, dass dieser alte Herr sich freut. Hogy ez az idős úr örüljön. Wir können jetzt glauben, azt hisszük, was wir wollen. Amit akarunk. Ob, dass da oben eine Quantenfluktuation mit verschränkten Quanten ist, hogy oder fent egy kvantumfluktuáció van. Oder ob das vielleicht doch ein Gott ist. Vagy mégis valóban egy Isten. Aber létezik. Ich glaube daran, dass der alte Herr aus irgendeinem Winkel
Entschuldigung, dass dieser alte, dass der alte Herr, hogy ez az idős úr, dass die, aus irgendeinem Winkel dieses blauen Himmels ebnek a kék égnek valamely sarkából heruntersieht und sich freut. Lenéz és lát bennünket, örül nekünk. Örül. Wenn, es, wenn das gelungen ist, hogyha ez sikerül, alles in Ordnung. Akkor minden rendben van. Ich danke Ihnen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Martin Mahura úrnak. Ich bedanke mich recht herzlich für den Herrn Martin Mahura. És most, tisztelt Hölgyeim és Uraim, elérkezett a szobor leleplezésének pillanata. Und jetzt, meine Damen und Herren, ist der Moment der Enthüllung der Statue gekommen. 1917-ben Bécsben IV. Károly király részt vett az avató ünnepségen, és maga leplezte le a szobrot. Karl der Vierte im Jahre 1917 hat an der Fest teilgenommen und selbst er hat selbst die Statue enthüllt. És a mostani eseményhez szeretném felkérni Markus Habsburg Lothringen urat, első Ferenc József és Erzsébet királyné dédunokáját. Ich möchte bitten den Herrn Markus Habsburg Lothringen, der Urenkel von Franz József, és Habsburg György urat, IV. Károly király unokáját. Und Georg von Habsburg, den Herrn Georg von Habsburg, den Enkel der Karl der Vierte. Kérem, hogy a szobrot közösen leplezzék le. Ich bitte Sie, die Statue gemeinsam enthüllen. Sehr verehrte Bürgermeister, verehrte Gäste, liebe Freunde in Gödelö, liebe Freunde aus Österreich und Tschechien und lieber Herr Direktor und mein lieber Georg und auch lieber Bürgermeister und alle anderen hier zugegen Seienden. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt polgármester úr, tisztelt adományozók, tisztelt jelenlévők. Franz Josef ist ein Mensch gewesen, der in einem großen Reich schon als junger Mensch sozusagen in seiner Familie als zukünftiger Herrscher gehandelt wurde und vorgestellt wurde. Ferenc József egy fiatal ember volt, egy olyan ember volt, aki már fiatal korában arra készült, hogy egy nagybirodalmon uralkodjon. So haben viele Leute gewusst, dass er wahrscheinlich der nächste Herrscher über Österreich, Ungarn und Böhmen und eben alle anderen Kronländer sein würden. Sok ember tudta már, még trónra lépése előtt, hogy ő lesz az Ausztriának, Magyarországnak, Morvaországnak és a többi tartománynak az uralkodója. Er war 18 Jahre, 3 Monate und 12 Tage, als ihm ein Paket überreicht wurde am 1. Dezember am Abend und am 2. Dezember am Folgetag war er dann dieser Herrscher geworden. 18 éves, 3 hónapos, 12 Tage. És 12 napos volt, amikor december 1-én, mint egy csomagot megkapta az uralkodás lehetőségét, az uralkodás jogát, és december 2-ától ő volt az uralkodó. Beim Öffnen dieses Paketes waren hier viele Probleme drinnen, Unruhen mit Ungarn, Unruhen auch in Böhmen. Also es war kein angenehmes Geschenk, keine angenehme Zeit. Amikor kinyitotta ezt a csomagot, kiderült, hogy nagyon sok probléma van, nyugtalanság Magyarországon, nyugtalanság Morvaországban, egyáltalán nem volt egy nagyon kellemes ajándék. Es war also nicht seine Schuld, dass da Unruhen waren. Er hat etwas übernehmen müssen. Nem ő volt az oka ennek a nyugtalanságnak, ezt átvette. So war es auch 1848 mit Italien und durch 9 Jahre
war es unruhig bis 1859, bis dieser Krieg mit Italien und mit dem Königreich entschieden wurde. 1848-ban kezdődött az olaszországi nyugtalanság, és ez 1859-ig tartott a háborúig, amikor is ennek eredményeként Olaszország kiszállt a birodalomból. Es war dann 7 Jahre darauf wieder Unruhe mit einem Bruderstaat von uns, mit unseren deutschen Nachbarn. Ezután 7 év múlva ismét nyugtalanság keletkezett, amikor is a testvér országgal, Németországgal keletkezett konfliktus. In dieser Zeit war seine Familie im Wachsen, junge Leute sind heranzuziehen gewesen, und aber bald nach 1867 durch die Befriedung mit Ungarn, durch den Kirgisisch, hat es diese Möglichkeit gegeben, dass bis 1914 Friede war. Ezután 1867 után a kiegyezés után lehetőség volt arra, hogy béke legyen ezen a területen 1914-ig. Es war zwar seine Unterschrift, die 1914 das Reich ins Wanken gebracht hat, und aber man weiß, wie es erwirkt wurde. Man weiß, dass es nicht ganz sein Wille war, und man weiß auch, dass er viele Mühen hatte, diese gemeinsame Völkerfamilie zusammenzuhalten. Nem ő volt az oka annak, hogy alá kellett írni, bizonyos kényszerhelyzetben volt, hogy a háborús készülődést, a háborút aláírja, de kétségkívül nagyon sok fáradtságba telt az, hogy megpróbálja a birodalmat, ezt a sokfajta népet együtt tartani. Heute liegt es an anderen, das zu versuchen im Rahmen einer Demokratie. Man wird sehen, welchen Weg wir bekommen werden. Und ich wünsche Ihnen allen als Zeitgenosse von heute und vor allem Ihnen, Herr Dr. Machura und Familie Machura und hier Sie Autoritäten hier in Gödöllö, dass Sie ein frohes Angedenken an diesen Tag haben. Köszönöm szépen und jó estet! Nagyon köszönöm Machura úrnak, miután a demokratikus fejlődés odáig jutott, ameddig jutott. Nagyon köszönöm Machura úrnak, hogy ezt az estét lehetővé tette. Köszönöm szépen. Magyarul vagy németül? Ich glaube, ich werde dem Dolmetscher erlauben, eine kleine Pause zu machen, und so werde ich zuerst auf Ungarisch und dann auf Deutsch reden, und das, glaube ich, wird das Ganze etwas vereinfachen. Főtisztelendő polgármester úr, igazgató, Machura család, kedves Markus. Hát nagy megtiszteltetés számomra, és öröm, külön öröm. Hát amikor a mai napon itt tudok állni, és látom, hogy valamilyen formában Ferenc József hazajött. Ezért egy nagyon szép dolog, mert hát mindenki összekapcsol Gödöllővel, természetesen Erzsébet királyné, de Ferenc József is kell összekapcsolni ezzel a gyönyörű szép kastéllyal. És hogy most ezt a gyönyörű szép szoba hazajött, különlegesen Reichenauból, amit nagyon közel áll a családomnak, ez egy különleges öröm nekem. Nekem most az utolsó években, hát ha pontos legyünk, az utolsó 24 éven át láttam, hogy milyen gyönyörű szépen fejlődött ezt a kastély. Láttam, hogy mit sikerült itt fölépíteni, láttam, mit sikerült itt szervezni, mint rendezvények, mint események, és látom, hogy minden nap csak szebb lesz ezt a kastély. És hát ezért szeretnék gratulálni ezeket a felelős embereknek, a polgármesterhez és az igazgató úr, aki éjjel-nappal dolgoznak, hogy mindig reprezentatív, szebb és közelebb jön a történelemhez. Hát biztos nem szeretnék hazafűzni valamit, hát egy nagyon történelmi beszéd kaptunk meg. Nekem fontos, hogyha jövőre nézem, és látom, hogy itt van egy hely, ahol a magyar történelem lehet tapasztalni. Itt ilyen élő formában tapasztalni. És látom, hogy most itt Ferenc József, aki egy kicsit szigorúan néz, de hát ez is jó, hogy figyel minket, hogy mit csinálunk és milyen lépések teszünk, és hát, hogy sokat dolgozunk, hogy a történelem nem mondjuk
a múltban eltűnek, de a jelen megvan, és hogy ezt minden nap érezhetünk. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Bürgermeister, Herr Direktor, Familie Machura natürlich und lieber Markus, in der Rede, die du sehr historisch gehalten hast, erleichterst du mir meine Arbeit sehr, weil ich mich lieber mit der Zukunft befassen möchte und mit der momentanen Situation. Ich hatte die große Freude, in den letzten 24 Jahren die Entwicklung des Schlosses in Gödelö mitzuverfolgen. Ich war zum ersten Mal hier im Jahr 1989 und habe gesehen, in was für einem sehr, bemitleidenswerten Zustand dieses Schloss war. Und ich habe dann miterleben dürfen, wie viele Leute zusammengearbeitet haben und Stück um Stück daran gearbeitet haben, dass wir heute das sehen, was sich jetzt hinter Ihnen befindet. Dass dieses Schloss wieder wirklich zu einem bedeutenden Zentrum für Ungarn geworden ist, zu einem bedeutenden historischen Zentrum für Ungarn geworden ist, wo viele Leute regelmäßig herkommen, um sich von der Geschichte zu lernen und irgendwie die Geschichte anzufassen. Bloß muss ich sagen, natürlich in der letzten Zeit hat man immer hiermit nur Königin Elisabeth verbunden und sehr viel zu wenig König Franz Josef mit einbezogen, wenn man hierher gekommen ist. Und das, Herr Machura, haben Sie geändert. Ich bedanke mich von ganzem Herzen dafür, dass Sie hier so eine prachtvolle Statue hergebracht haben aus einem Ort. Sie wissen, Reichenau ist sehr eng mit meiner Familie verbunden und ich habe sehr gute Kontakte nach Reichenau. Ich habe nicht gewusst, dass aus Reichenau kommt, deswegen bin ich besonders froh, dass eine Reichenauer Statue hier ist, hier in Gödelö ist. Ich habe bloß festgestellt, er schaut etwas streng. Aber das ist gut so. Weil wenn jemand streng schaut, dann strengt man sich mehr an, die Sachen richtig zu machen. Und ich weiß, dass die Leute hier hart daran arbeiten, die Arbeit hier im Schloss zu verbessern, die Geschichte aufrechtzuerhalten, sich Tag für Tag mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Und das ist genau das, was wir mit Gödelö erreichen wollen. Und damit haben Sie uns einen Schritt weitergebracht hier in Gödelö. Herzlichen Dank, vielen, vielen Dank, dass Sie das möglich gemacht haben. Ich werde bestimmt sehr oft und sehr regelmäßig herkommen und Ihnen besuchen und mich darüber freuen, dass Franz Josef nach Hause zurückgekehrt ist. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm am Seppen. Most pedig felkérem Szecsődi Péter kanonok plébános urat és Szász Csaba atyát a beszédük megtartására. Ich bitte den Herrn Kanonikus Péter Szecsődi und Herr Pater Csaba Szász ihre Rede zu halten. Sehr geehrte Mitglieder der Familie von Habsburg, Herr Bürgermeister von Gödelö und Bad Ischl, Familie Machura, liebe Damen und Herren, heute sind wir im Garten des Schlosses Gödelö zusammengekommen, um die Statue des Kaisers Franz Josef feierlich zu enthüllen. Kaiser Franz Josef hat die Geschichte Ungarns während fast sieben Jahrzehnten mit seinem Leben geschrieben. Ungarn und besonders Budapest haben sich in dieser Zeit sehr entwickelt. Kurz gesagt, der Kaiser ist Teil des Lebens des ungarischen Volkes geworden. Deswegen ist richtig, ihm so eine Feierlichkeit zu widmen. In seiner Zeit ist auch Siebenbürgen, woher ich komme, Teil des Imperiums gewesen. Deswegen ist auch für mich eine Ehre, bei der Enthüllung dieser Statue dabei zu sein. Der Kaiser hat große Bemühungen gemacht, um das ganze Imperium in Einheit zu halten. Ich denke, dass diese Statue die zukünftigen Generationen daran erinnern soll, dass es sich lohnt, für die großen Ideale zu kämpfen. Unser Leben hat verschiedene Ziele, wie zum Beispiel die Einheit, der Frieden, die Gesundheit, das Wohlsein und so weiter. Aber unser letztes und höchstes Ziel ist Gott selbst. Und ich denke, dass das wusste auch Kaiser Franz Josef.
beten wir bei seiner Statue ein Vater unser. Und bitten wir Gott um die Gnade, dass auch wir unsere Talente zur Verfügung der Menschheit stellen können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Tisztelt ünneplő közösség, folytatom testvéremnek a nem csak köszöntését, méltatását, sokkal inkább a könyörgés és az imádságnak a vonalát. Szűz Mária mindegyikünk édesanyja, minden népnek a pártfogója, mi különösen is magyarok, édesanyánknak, magyarok nagyasszonyának tartjuk, ezért most együtt forduljunk hozzá, és kérjük az ő anyai közbenjárását, az Üdvözlégy Mária elimádkozásával. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te vagy a minden nép és az egész mindenség királya. Tekints le ránk és áldj meg bennünket, hogy Isten országát és a világi nemzetünket is a te akaratod szerint szolgáljuk és építsük. Add meg egyházadnak a béke és a szabadság ajándékát, hogy a népek közötti kölcsönös megértés és szeretet által tanúságot tegyünk a te irgalmas szeretetedről. Áld meg hazánkat és az itt jelenlévő ünneplő közösséget, hogy földi királyaink értékeit követve a mennyei haza dicsőségébe jussunk veled, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Most pedig felkérem Dr. Gémesi Györgyöt Gödöllőváros polgármesterét köszöntőjének megtartására. Jetzt bitte ich den Herrn Bürgermeister Gémesi, ihre Rede zu halten. Kedves magasrangú vendégek, hölgyeim és uraim! Meine sehr hochgeschätzte Gäste, meine Damen und Herren! Elsőként Gödöllőváros nevében megköszönöm Marti Mahura úrnak a Ferenc József szobor adományozását. Vor allem möchte ich dem Herrn Martin Mahura das Schenken der Statue von Franz Josef im Namen der Stadt bedanken. Köszönöm Varga Árpád mesternek az ő munkáját és az, hogy ez ilyen szép állapotba kerülhetett elénk. Ich bedanke mich recht herzlich für die Arbeit des Herrn Steinmetzer Árpád Varga, die diese schöne Arbeit gemacht hat. Mint ismert a magyar történelem, Ferenc József, a történelemben Ferenc József megítélése kettős. Wie es bekannt ist, die Beurteilung von Franz Josef ist in der ungarischen Geschichte zweifach. Alig múlt 18 éves, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni megtorlásokkal kapcsolatos döntéseket meghozta, minek után a magyarokban kialakult a gyűlölt császárképe. Er war kaum 18, als die Entscheidungen der Vergeltungen nach der Niederschlagung der ungarischen Revolution getroffen hat. Deshalb wurde ein gehasstes Bild in den Ungarn geformt. Majd az 1850-es évek végével elindult egy közeledés Magyarország és a császár között, aminek eredményeképpen 18 évvel a szabadságharc leverése után 1867-ben ugyanaz a Ferenc József lesz a magyarok megkoronázott királya. Später, am Ende der 50er Jahren, wurde eine Annäherung zwischen dem Kaiser und Ungarn angefangen. Nach 18 Jahren, in 1867, nach 18 Jahren der Revolution, im Jahre
1867 wurde Franz József der gekrönte König von Ungarn. A Szent Koronát pedig az a gróf Andrássy Gyula adja át neki, akit ő valamikor halálra ítélt. Die heilige Krone wurde von dem Graf Gyula Andrássy übergereicht, wer irgendwann von Franz József Todesverurteilt wurde. A koronázás után Ferenc József a magyarok kedvelt királya lesz, sőt egyszerűen ő lesz a mi Ferenc Jóskánk. Nach der Krönung wurde Franz József langsam der bevorzugte König der Ungaren, sogar wurde unsere Ferenc Jóska. Ma már történelmi tény, hogy soha nem volt olyan fejlődés Magyarországon, mint a monarchia idején. Das ist eine historische Tatsache, dass solche Entwicklung in Ungarn nie gegeben war, wie in der Zeit der Monarchie. Erzsébet királynak meghatározó szerepe volt a császár magyarokkal kapcsolatos véleményének formálásában. Königin Elisabeth hatte eine bestimmende Rolle in der Gestaltung der Meinung des Kaisers in Beziehung der Ungaren. A fiatal uralkodóban ezt a véleményt döntően édesanyja, Zsófia befolyásolta, aki közismerten nem kedvelte a magyarokat. Die Meinung der jugendlichen Kaiser wurde entscheidend durch seine Mutter Sophie geformt. Számára egy volt fontos, a Habsburg birodalom fenntartása mindenáron. Es ist bekannt, Sophie hat die Ungaren nicht besonders gern gehabt. Für sie war das Wichtigste auf jeden Fall den Reich zusammenzuhalten. Később Erzsébet, aki nagyon szerette a magyarokat, nagyon sokat tett ennek megváltoztatásáért. Später hat sie hat die Ungaren sehr lieb gehabt, für die Veränderung deren Meinung sehr viel getan. Ezért Sissit, aki nagyon szívesen tartózkodott Gödöllőn, és több mint 2000 éjszakát töltött el itt a kastélyban, a magyarok és persze a magyarok és a gödöllőieknek is egy különleges tisztelete és szeretete vette körül. Deshalb haben die Ungaren und natürlich die Gödöllőer Sissi mit besonderen Hochachtung und Liebe umgerahmt. Sissi hat insgesamt über 2000 Nächte in Gödöllő verbracht. Magyarország 1867 és 1914 közötti a monarchián belüli soha nem látott fejlődésének sajnos az első világháború vetett véget. Der erste Weltkrieg hat leider die nie gesehene Entwicklung in der Monarchie zwischen 1867 und 1914 das Ende gebracht. Ez a szobor, ami egykor Bécsben állt, most Gödöllőn itt ebben a kertben kapott végső helyet magának, emlékeztet minket történelmünk egy nehéz, összességében nagyívű korszakára, de elsősorban szép emlékű, szeretett királynénk élete párjára. Diese Statue, die irgendwann in Wien gestanden war, hat in Gödöllő, in diesem Garten den endgültigen Platz bekommen. Még egyszer megköszönöm a Hura családnak az ajándékát, és azt gondolom, hogy nagyon jó helyen van ez itt. Ez a szobor itt Gödöllőn. Die erinnert uns an das schwere, aber insgesamt großzügige Zeitalter, aber vor allem an den Ehepaar von geliebten Königin. Und ich bedanke mich recht herzlich für den Herrn Machura für den Geschenk. Köszönöm, danke schön. Danke vielmals.